Vonat érkezik a Máté-Szalkai vasútállomásra. Mások mellett Debrecenből futnak be ide járatok. A vonalon utazók augusztus vége óta változásokkal szembesülhetnek. Egyes szakaszokon pótlóbuszok járnak, több helyen ugyanis felújítják a pályát. Kezdődött azzal, hogy Nyírbántor és Máté-Szalka között kellett pótlóbuszozni, és most Apafa és Nyírbátor között kell október 11-éig, hiszen addig tartanak a munkálatok, kicserélik az elavult betonaljakat, síneket, váltókat, vágányszabályozást végeznek, és több vasúti átjárót is átépítenek. A karbantartással csökkenhet a vonalon a műszaki meghibásodások száma, a közúton közlekedők pedig gördülékenyebben, biztonságosabban hajthatnak át az átjárókon. Nem utolsó sorban pedig, ha nem is számottevően, de gyorsulhatnak a vonatok ezen a vonalon. Körülbelül 40-50 km/órás lassú jelek sebességkorlátozások voltak ezen a vasútvonalon már régóta, és visszaállítják ezeknek a karbantartásoknak, emelt szintű karbantartásoknak köszönhetően a 80 km/órás sebességet, egy picike pár száz méteres szakasz kivéve Nyíradony és Nyírgelse között. Ennek a hozadéka az lesz, hogy a decemberi menetrendváltástól nagyságrendileg 4-5 perccel csökken a vonatok menetideje. Egy személyvonat egyébként még így is 110 perc alatt teszi meg a nagyjából 80 kilométeres távot. A MÁV közben október 1-én újabb 10 regionális vasútvonalon állítja vissza a korábbi menetrendet. Ezek közé tartozik a Záhony-Máté-Szalka vonal is. A részletes menetrendről a MÁV honlapján lehet tájékozódni.